Tartósan is 400 forint fölé emelkedhet a benzin és a gázolaj ára, a nemzetközi kőolajárak ugyanis jelentősen emelkedtek. A feszült geopolitikai helyzet miatt pedig még további drágulásra számítanak az elemzők. Mezőkövesd azonban Tálai András közbenjárása óta továbbra is tartja a legolcsóbb dízelárat. A mindössze 352 forintos literenként jár, 20 forinttal olcsóbb az átlagárnál. Hát nem örülünk neki, de rá vagyunk kényszerülve. Sokaknak így is úgy is meg kell vennie a benzint, bármennyire is drágul. Legutóbb milyen 365 körül fizettem literenként. Idén azonban 400 forint fölötti benzinára számítanak az elemzők. A nemzetközi piacon ugyanis már több mint 70 dollárba kerül egy hordó kőolaj, erre pedig évek óta nem volt példa. A geopolitikai feszültségek miatt pedig a piac továbbra is pesszimista, itt további drágulás várható. Amennyiben egy ilyen bekövetkezne, most elemzők úgy látják, tehát ha Venezuelában komolyabb államcsőd vagy komolyabb probléma, gazdasági probléma alakulna, vagy mondjuk elmérésedne jobban a szaudi-iráni helyzet, akár most már az is elhangzott, hogy újra szembesülhetünk 100 dolláros hordonkénti olajárral. A 100 halombattai finomító pedig 90%-ban importálja a kőolajat, a drágulás tehát Magyarországot is érinti. Bár a végleges literenkénti üzemanyag ár ennél lényegesen összetettebb. Ugye az egyik és nagyon sokszor emlegetett ilyen tétel az a jövedéki adó, ez egy elég jelentős, ez több mint a harmada az árnak. A másik az áfa, a harmadik a készletezési díj, mondjuk nevezzük így, ez kicsit bonyolultabb egyébként. A negyedik a nagykereskedelmi ár, és az ötödik a kiskereskedelmi ár, és csak ezeken felül, vagy ezek mellett jelenik meg a nyersanyag, vagy a termelői ára az üzemanyagnak. Így kisebb-nagyobb eltérések előfordulnak a benzinkutak árai között. Jelenleg az M1-es és M5-ös autópálya mentén a legdrágább az üzemanyag. Egy liter benzin 417, míg a gázolaj 432 forint. A legolcsóbban Ajkán lehet benzint venni, gázolajat pedig Mezőkövesden. Utóbbi már tavaly ősz óta tartja az átlag alatti gázolajárat, amikor is a térség országgyűlési képviselője, Tálai András egyeztetett a MOL-lal, és elintézte, hogy csökkenjenek a környéken az üzemanyagárak. Az elemző szerint ezt a város környéki települések benzinkutai nagyon megsínlik, hiszen szinte mindenki Mezőkövesdre jár tankolni.